Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit. Önök a Túri Hírmondót látják 2017. június 6-án, kedden. A pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. A nyári allergia szezonról és a rovarcsípések veszélyeiről beszélgettünk dr. Babák Bernadettel. A gépszemle fontosságai. Ünnepi könyvfét és gyermekkönyvtári napokat rendez a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Nagy meleg és a strandolás veszélyei. Dr. Babák Bernadettel beszélgettünk az allergia szezonról, valamint felhívta a figyelmet a különféle rovarcsípések okozta veszélyekre és tanácsokat adott ezek kezelésére, megelőzésére. Megérkezett a nyár, és vele együtt az allergia szezon is. Mit lehet javasolni ilyenkor az allergiában szenvedőknek? Hát ilyenkor nehéz túlságosan sok okosat javasolni, mivel akinek dolgoznia kell, nem tudja elkerülni azt, hogy minél kevesebbet érintkezzen a külvilágban található pollenekkel, de azért ez az egyik módja azt, hogy a szabad levegőn tartózkodást kerülni, amennyiben lehetséges. Ezen kívül pedig érdemes, hogyha valakinek nincs ismert allergiája, de allergiás tünetek jelentkeznek nála, vagy náthás tünetek, ami hosszabb ideig eltart, és úgy gondolja, hogy már nem egy vírusfertőzés állhat a hátterében, akkor fel kell keresni a házi orvosát, fülorgégészeti szakrendelést, ahol speciális terápiás kezeléssel csökkenthetők a tünetek. Ilyenkor nyáron eléggé gyakori a daráscsípés, mélycsípés. Ezek ellen mit lehet tenni? A daráscsípés általában az a tapasztalat itt nálunk az ambulancián, hogy azoknál a pácienseknél a gyakoribb, akik amúgy is allergiásak a daráscsípésre, valahogy megérzik ezt a rovarok. Hogyha allergiára hajlamos valaki és csípés jelentkezik nála, akkor jelentkezzen minél előbb az ambulancián, mert általában otthoni kezeléssel nehezebben gyógyíthatók meg a súlyosabb tünetek. Házilag, ha egy kálciumtablettát beveszünk, ez segíthet a daráscsípés ellen? Segíthet a kálcium, a borogatás, de amennyiben testszerte viszketés, légszom, nyelési nehezítettség jelentkezik, tehát egy szisztémás testre kiterjedő allergiás reakció, akkor azonnal mindenképpen jelentkezzenek ambulancián, vagy hívjanak mentőt. Ilyenkor nyáron eléggé gyakoriak a kullanscsípések. Ezek ellen hogy lehet védekezni, illetve ha már megtörtént a csípés, akkor mi a teendő? Tehát, hogyha szabadban tartózkodik valaki sokat, akkor érdemes kullancsriasztót használni, főleg kisgyerekeknél, hogy ne kerüljön a kullancs a bőr közelébe. Amennyiben már a kullancs elérte és elkezdi szívni a vért a páciensből, akkor speciális eszközzel minél előbb el kell távolítani, lehetőleg szakszemélyzet segítségét érdemes itt is kérni, hiszen a szakszerű eltávolítással elkerülhető, hogy minél kevesebb, vagy minél kevésbé fertőződjön meg az emberi szervezet. Ezután a csípés helyét érdemes figyelni, amennyiben egy egyre növekedő, kokárdaszerű kiütés keletkezik 5-10 centi fölött, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. Ennek a betegségnek bakteriális oka van és antibiotikummal kezelhető. Van még egy másik betegség, amit a kullancsok terjesztenek, ez a fertőző agyvelőgyulladás. Ez ellen az egyetlen védekezési forma a védőoltás. Ez ügyben keresse fel mindenki a házi orvosát. A védőoltást nem ingyenes, önköltséges, és az első oltás után szükség van még egy ismétlő oltásra egy hónap múlva és egy éven belül, és ezután 3-5 évente kell ismételni az oltást, mindig önköltséges alapon. Ha a nyári melegben azt látjuk, hogy valaki rosszul lesz, akkor mi a teendő? Hogyan segíthetünk rajta? Az alapvető első ellátási segítségnyújtás után azonnal hívjuk a 104-et, amennyiben súlyos tüneteket észlelünk a betegen, és nem tudunk tovább segíteni. Ez a mentőszolgálat hívószáma, és itt szakszerű segítséget tudnak nyújtani már azonnal telefonon keresztül is. Aratás előtti gépszemlét tartanak szerte a környéken. Liszkai Zoltán tűzoltóezredes ennek fontosságáról és részleteiről is beszélt televíziónknak. Az aratás megkezdése előtt a mezőgazdasági gépek ellenőrzésére is sor kerül majd. Az érintetteknek erről mit kell tudniuk? Az érintettek
Én úgy gondolom, hogy tudják, de mindig azért szoktunk egy ilyen figyelemfelhívást részükre egyrészt elektronikus úton kiküldeni egy e-mailben egy ilyen figyelemfelhívó levelet a mezőgazdaságban tevékenykedők részére, már aki az adatbázisunkban benne van, illetve most folyamatban van ilyen aratási konferenciának a szervezése, és majd megszólítjuk a gazdákat, és összeszedjük szépen, elsoroljuk nekik, hogy ilyenkor mire kell odafigyelni. Lényeg a lényeg, hogy, de ezt mondom, jellemzően azért tisztában vannak és tudják, hogy mielőtt hozzáfognak az aratáshoz, a gépeket át kell vizsgálni, nem csak az aratócséplőgépet, hanem a résztvevő erőgépet, egyéb munkagépeket is. Meg kell nézni, ezt le kell jegyzőkönyvezni, és akkor ott maguknál kell tartani. Akinek 5-nél több gépe van, tehát aki már kicsit nagyobb vállalkozás, annak be is kell jelenteni, hogy mikor tartja ezt a gépszemlét, és hogyha úgy alakul, akkor mi is kimegyünk és segítjük ilyen célellenőrzés kapcsán, hogy tényleg mire kell odafigyelni, ne legyen koszos a kombány, mindig tisztítsák meg az olajsártól, a portól, piszoktól, törektől, az akkumulátor legyen épp, legyen megfelelő burkolat, az üzemanyagrendszer legyen tiszta, tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, földelőlánc legyen, megfelelően levezesse azt a statikus feltöltődés miatt jelentkező szikraképződés ne legyen, a tarlón történő mozgásnak a szabályai, eleve a dohányzásnak a tilalma, hogy tarló nem lehet rágyújtani, csak kijelölt helyen, meg megfelelő vizesedénybe a csikket eldobni. Tehát ezek mind-mind fontosak, és hát utána, amikor learatnak, szalmát betakarítani, illetve hát az ebből kapcsolatos dolgokban résztvevő gépek is nagyon fontos, hogy ezekre odafigyeljenek a gazdák. Tehát összességében ez következik, tehát itt június vége fele azért beindul az aratás, és hát ezekre föl kell készülni a gazdáknak. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ünnepi könyvhét és gyermekkönyvtári napokat szervez június 7-től június 14-éig. Ez alkalomból különféle programokkal és meghívott vendégekkel várnak minden kedves érdeklődőt. Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvtári napokat rendez a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Mettől meddig fog tartani ez a rendezvény és milyen programok lesznek? Az ünnepi könyvhét egy egyedülálló kulturális rendezvénysorozat. Évről évre egyre nagyobb sikerrel és népszerűséggel, immár több évtizede. Ebből az alkalomból a könyvtárunk vendége lesz június 7-én 17 órakor Endrei Judit, akinek a neve ismerősen csenghet, a televízió képernyőjéről ismerhetik nagyon sokan. Több mint 20 éven keresztül dolgozott a televízióban, mint bemondó, szerkesztő, és szinte családtagjává vált az országnak. A 20 év alatt olyan népszerű műsorokban működött közre, mint a tévéhíradó, az Ablak, a Homokóra, a Gólya Hír, és sok más egyéb műsort említhetnénk még, valamint dokumentumfilmnek a szervezésében, szerkesztésében is részt vett. Azon kívül sikeres üzletasszony, 98-ban a televíziózást hátrahagyva könyvkiadásba és könyvírásba kezdett, az eltelt idő alatt 7 könyve jelent meg, valamint korhatártalanul névre keresztelt programján keresztül hirdeti, hogy 50 fölött is tartalmas, aktív és szép lehet az életünk. Ennek a titkát szeretnénk megfejteni egy kis beszélgetéssel. Június 8-án könyvbemutatóra kerül sor, Mezőváros új szerepben címmel jelent meg egy tanulmány kötet, Forrai R. Katalin, Kozma Tamás és Molnár Ernő szerkesztésében. Június 8-án 17 órakor a szerkesztőkkel fog beszélni Berceliné Boldog Mária nyugdíjas könyvtár vezető. Június 12-én a gyermekkönyvtár vendége lesz Kasovic László, mesemondó, meseíró, népi rimfaragó. Pamacs és Burkus címmel egy interaktív foglalkozásra várjuk az ovisokat és az alsós diákokat.
délelőtt 9 órától 15-ig több turnusban fognak a gyermekkönyvtárba látogatni az iskolás óvodás csoportok. Június 14-én 17 órakor Láthatatlan Kolumbia, amiről az úti könyvek nem beszélnek címmel, Vas Éva vetítéssel egybekötött előadására fog sor kerülni. Vas Éva Mezőtúron született, és itt él jelenleg a családjával. 2005-ben lehetősége nyílt egy fél évet Kolumbiában tölteni, ahol az amazóniai indiánok között mítoszokat, legendákat gyűjtött, fotókat készített, és ezt egy kötetbe rendezte. Drog Gerilla Kolumbia címmel egy e-book jelent meg, amelyben a gerilla szervezetekkel vívott polgárháborúról olvashatunk. Dzsungelháború, legendás hősök, túszejtő akciók, ezekről mind hallhatunk majd az előadáson. A könyvtár minden rendezvényére nagy-nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. A nyári kánikula veszélyeiről beszélt Liszkai Zoltán, tűzoltó ezredes. Külön kiemelte, hogy a strandolások alkalmával mikre kell fokozottan figyelni. Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a nyáron? Gondolok itt például a nyári fürdőzésekre, mikre kell figyelni? Hát nagyon örülünk, hogy itt a jó idő, gyerekek még jobban jön majd a szünidő, és ez a kettő párosul, akkor nagyon sok szép emlékben, meg élményben lehet része mindenkinek, szülőkkel együtt, de hát nagyon fontos odafigyelni, hogy alapvetően egyrészt egy melegebb időszak következik, most is egy hét alatt szinte a koratavaszból már nyári idő lett, tehát egyrészt a hőségriadók várhatók, hogyha a magas hőmérséklet várható több napon keresztül, az mindenféleképpen fontos fiatalnak, idősnek, hogy megfelelő mennyiségű vizet vegyen magához, hogyha mondjuk elindul egy útra, mondjuk vonattal, vagy akár kocsival, egy hűtőtáskában egy pár üveg ásványvíz legyen nála, lehetőség szerint ne ilyen édesítőszerrel, vagy ilyen olyan üdítők legyenek, hanem inkább ásványvíz, mert az oltja legjobban a szomjat, vagy ilyen citromos italok. Ez a fontos, hogy mindig legyen valamilyen ital, amikor utazunk, főleg, mert amikor így hétköznapokban vagyunk, akkor azért csak hozzájutunk a munkahelyen vagy otthon. Nagyon fontos a gyerekekre nagyon odafigyelni, eligazítani őket, hogyha a szülők dolgoznak, a gyerekek meg otthon vannak, és esetleg már nagyobbak, kimennek a strandra, vagy esetleg itt a környező folyó vizeinkbe, nek a partjára kimennek, hogy egyrészt tudjuk, hogy a gyerkőc az tud-e úszni, csak úgy engedjük el tiszta szívvel, hogyha meg vagyunk róla győződve, és mondani neki, hogy tehát amit be kell tartani, hogy felhevült testtel nem szabad beleugrani a vízbe, természetesen italos állapotban sem jó belemenni, mert akkor nem tudja az ember úgy kontrollálni. Nagyon figyelni kell, hogy a 11 órától 2-3 óráig ne legyünk hosszasan a tűzőnapon, árnyékba húzódjunk, vagy vegyünk föl sapkát. Mondom, aki strandon van, ne feküdjön ebben az időszakban ki a napra, mert hőgutát kaphat, hogyha véletlenül nem figyel oda, elalszik. Tehát ezek nagyon fontosak. Fontos az is, hogy a közlekedők is jobban figyeljenek, át kell nézni a kocsit, a klímaberendezés megfelelően működik-e. Amelyik autóban nincs, ott tudja azért a tulajdonos, de melegebb van, kicsit a figyelem is másabb, tehát a közlekedésben is oda kell figyelni. Tehát ezek szerintem a legfontosabbak, amik ilyenkor úgy át kell gondolni, és családban szépen ezeket megbeszélni, és fölhívni a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Holnap friss hírekkel várjuk Önöket. A viszontlátásra!